Ahhoz, hogy egy rakéta el tudjon emelkedni a Föld felszínéről, tolóerőre van szükség, méghozzá hatalmas tolóerőre. A leggyakrabban folyékony üzemanyagot használnak erre a célra, de vannak helyzetek, amikor szilárd hajtóanyagú rakétákra vagy gyorsítóeszközökre van szükség. Az Artemis 1 küldetéshez használt SLS rakétánál is van két darab szilárd hajtóanyagú gyorsító. De mi az, hogy szilárd hajtóanyag? Miben más, mint a folyékony, mik az előnyei és mik a hátrányai? Szemeket az égre, indulunk! A rakéta hajtóművekről már többször meséltem nektek az űrkutatás magyarul YouTube csatornán, de most kifejezetten a szilárd hajtóanyagú gyorsítókat fogom górcső alá venni. Ahhoz, hogy megértsük, mik az alapvető különbségek a folyékony hajtóanyagokat alkalmazó társaival szemben, mindenek előtt a rakéta működési elvét kell megismernünk. Rém egyszerű a történet. Newton harmadik törvényéről van szó, ami kimondja, hogy az erők mindig párosával lépnek fel, azaz két test kölcsönhatásakor két azonos mértékű, de ellentétes irányú erő hat rájuk. Egyszerűen fogalmazva, ha beleütök a falba, akkor nem csak a fal sérülhet meg, hiszen a kölcsönhatás során fellépő erőkből kettő keletkezik. Az egyik a falra, a másik az öklömre hat. Ezen erők mértéke azonos, csak az irányuk ellentétes. És ugyanezt tapasztaljuk akkor is, ha egy görgő széken ülve elhajítunk magunktól valamilyen tömeggel rendelkező testet. Ha elég nagy a tömeg és elég jelentős a kifejtett erő, akkor a székkel együtt mi magunk is elmozdulunk, ráadásul épp az ellenkező irányba, mint ami felé a tárgyat hajítottuk. A rakéta hajtóművek éppen így működnek, tömeget dobnak ki az egyik irányba a lehető legnagyobb impulzussal, hogy a keletkező erőpárok másik tagja a rakétát gyorsítsa a megfelelő pálya mentén. Tehát ahhoz, hogy hatékony rakéta hajtóművet alkossunk, nincs más dolgunk, mint tömeget hajítani hátrafelé. Ám ezt jó lenne brutális sebességgel tenni, hiszen akkor az ellenerő is brutális mértékű lesz. Remek példa erre egy egyszerű levegővel felfújt lufi, amiből kiengedjük a levegőt. A léggömb rugalmas szerkezete miatt a belső nyomás nagyobb, mint a külső, ezért ha szabad az út kifelé, akkor a belső levegő megpróbálja kiegyenlíteni a nyomás különbséget, azaz kifelé fog áramolni. Ilyenkor csekély tömeg viszonylag alacsony sebességgel távozik a rögtönzött rakétánkból, aminek hatására kisebb mértékű tolóerő keletkezik. Ez az erő ugyan nem nagy, de arra épp elég lehet, hogy a pár grammos luftballont elmozdítsa a szobában. Persze az egész folyamat nem tart tovább néhány másodpercnél, ami után a lufi bármeddig is jutott, le fog zuhanni. A rakétáknál ugyanezt az elvet alkalmazzák, de úgy, hogy a kiáramló gázok sokkal nagyobb sebességgel távozzanak a fúvókákból, ráadásul mindezt hosszú perceken át, mi alatt a rakéták folyamatos gyorsulás mellett elérhetik az első kozmikus sebességet. Ha ugyanis nem gyorsulnak elég ideig, azaz nem érik el a körülbelül 28 000 km/h sebességet, akkor akárcsak a lufi a példánkban vissza fog zuhanni a Föld felszínére. Tehát a rakéta hajtóművek megalkotásakor két fő tényező köré építjük a konstrukciót. Nagy erejű tolóerő keletkezzen, és ezt a tolóerőt hosszú időn át legyen képes kifejteni. Ugye azt már láthatjuk, hogy ha mondjuk egy rugós szerkezettel hajítunk ki tömeget a rakétából, mint előző példánkban a gurulószéken, akkor pikpak elfogy az eltávolítható tömeg, még bőven azelőtt, hogy elérnénk a kívánt sebességet. Akkor sem járhatunk sikerrel, ha mondjuk az űrhajó üzemanyagát, például sima vizet egy turbószivattyúval hosszú perceken át hatalmas sebességgel pumpáljuk ki a szerkezetből. Egyszerűen nem elég nagy az így kifejtett tolóerő. A megoldás a kémiai reakció, ami megnövelheti a kiáramló anyagok sebességét. Ezt úgy érhetjük el, ha valamit elégetünk. Az égés során a tüzelőanyag oxidálódik, aminek hatására többféle forró gáz keletkezik. A keletkező gázok pedig sokkal nagyobb térfogatot követelnek, mint előtte a tüzelőanyag és az oxidáló anyag együttesen.
A nagyobb térfogat igény, mint nyomás növekedés fog megjelenni a rendszerben, és akárcsak a lufiból kiáramló levegő, ezek a gázok is megindulnak a kisebb nyomású területek felé. Mivel az üzemanyag intenzív oxidálásával ma már kifejezetten nagy nyomást tudunk elérni, a rakétahajtóművekből kiáramló égéstermékek több 1000 km/h sebességgel távoznak a fúvókákból, ami már megfelelő tolóerőt képes biztosítani a gyorsító eszközök számára. Na eddig teljesen ugyanaz a folyékony és a szilárd hajtóanyagú rakéta, innentől viszont már alapvető különbségekről fogunk beszélni. Az első szilárd hajtóanyagú rakétákat nem a NASA alkalmazta, de még csak nem is a Szovjetunió, ugyanis a legelső megalkotói a kínaiak voltak több mint 1000 évvel ezelőtt. A kezdetleges tűzijátékok úgy működtek, mint a mostani szilárd hajtóanyagú rakéták. Egy bambusz csőbe puskaport töltöttek, aminek a tetejét lezárták, az alját meggyújtották, ahol a fejlődő gázok kiszabadulhattak. A felmelegedett, kitágult égéstermék pedig kiáramolva a bambuszból tolóerőt generált, aminek hatására a szerkezet megindult előre. Az évszázadok során a technikát továbbfejlesztették, majd persze alkalmazása megjelent a hadszíntéren is, amikor a csövek tetejére robbanóanyagot telepítettek. Ám volt ezeknek a kezdetleges rakétáknak egy nagyon nagy hátrányuk, méghozzá az, hogy szinte lehetetlen volt pontosan célozni velük. Finomíthatták a rakéta áramvonalasságát, a betöltött lőpor eloszlását, sűrűségét, de a legjobb esetben is a rakéta előtt elhelyezkedő 30 fokos képzeletbeli kubban tudtak csak célt érni a töltetek. Ez pedig egy nem is olyan hatalmas, 100 méteres távolságra lévő célpontnál már jelentős, akár 50 méteres kilengést eredményezhet. Épp emiatt a fegyverként is bevethető eszköz nem is terjedt el úgy, mint a sokkal pontosabb célzást lehetővé tévő lőfegyverek, melyek az elmúlt századok legjelentősebb harcmezein sajnos már számtalan alkalommal bizonyították létjogosultságukat. Ahhoz, hogy a rakéták irányíthatóak legyenek, két dologra volt szükség. Tolóerő szabályozása, hogy mikor milyen erővel hajtjuk meg a rakétát, illetve pozícionálásra, hogy ezt az erőt milyen irányba fejtjük ki. A szakirányba tett megkérdőjelezhetetlen fejlesztései miatt Robert Goddardot tartjuk a modern rakéták feltalálójának, ugyanis ő volt az, aki a korábbi elméleteket működő konstrukcióban manifesztálta. Márpedig a tolóerő szabályozásának egyetlen megvalósítható formája a folyékony üzemanyagban rejlett. A szilárd hajtóanyagot nem lehetett adagolni, most jöjjön egy nagy gázpröcs, aztán várjunk egy picit, utána pedig kisebb, de folyamatos tolóerővel tovább a cél felé. Ehhez folyékony üzemanyagra volt szükség, aminek az áramlását befolyásolhatjuk. Goddard első rakétái az 1910-es évek elején hódították meg a légteret, de az űr eléréséhez már egy másik kontinensen élő mérnökre volt szükség. Werner von Braun volt az, aki a folyékony hajtóanyagú rendszert olyan szintre tökéletesítette a V2-es rakétájánál, ami már képes volt elérni a 100 kilométeres magasságot is. Persze a német tudósnak a két világháború között semmilyen esélye sem lett volna rakétákkal kísérletezgetni, ha a német hadsereg nem lát benne fantáziát egy potenciális pusztító fegyver képében. A V2-es rakéták a pusztítás eszközei voltak, miután von Braun bebizonyította, hogy a 14 méter magas rakéta képes egy 1 tonnás robbanószerkezetet több 100 km távolságba jutatni ballisztikus pályán, hogy az viszonylag pontosan irányítva elérhesse pusztító hatását. A II. Világháború után a világ rakétamérnökei az űrversenyre koncentráltak, amiben a nagyhatalmak olyan rakétákat fejlesztettek, melyek képesek elérni az orbitális pályát, azaz el tudják érni az első kozmikus sebességet, hogy föld körüli keringésbe kezdhessenek. A könnyű szabályozás és vezérlés miatt szinte mindenhol a folyékony hajtóanyagú rakéták indultak fejlődésnek. Ilyen rakéta állította pályára az első műholdat 1957-ben, amikor a Sputnik 1 október 4-én az első ember alkotta eszközként érte el az alacsony föld körüli pályát. Ilyen rakéta juttatta az első embert, Gagarint az űrbe, de ugyanígy folyékony hajtóanyagot használó hajtóművek segítségével jutott ember a Holdra, és onnan biztonságban vissza a Földre.
Tulajdonképpen az Apollo program 1972-es végéig szinte kizárólag folyékony üzemanyagot alkalmaztak a rakétamérnökök. Ám a 70-es években, amikor megszületett az űrsikló ötlete, változtattak a megszokott módszeren. Az első tervek alapján egy olyan eszközt szerettek volna megépíteni, ami képes a repülőgépként visszatérő űrsiklót úgy az űrbe juttatni, hogy dolga végeztével a gyorsító fokozat is visszaszáll, ami később újra felhasználható lesz. Végül nem kis politikai nyomás hatására egy egyszerű konstrukciót fogadott el a bizottság, melyben az űrsikló hajtóműveihez szükséges, folyékony üzemanyagot egy külső tartályban tárolták, ami nem volt más, mint egy olcsón legyártható, szigetelt fémtartály. Viszont az űrsikló hajtóművei csupán a sikló tömegének mozgatásához fejtett ki elegendő tolóerőt, vagy még annál is kevesebbet. Így szükség volt még valamire, ami magát az üzemanyagot, azaz annak hatalmas tartályát is képes megemelni és felgyorsítani. Ide terveztek a mérnökök két szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétát, ami az indítási szekvencia első perceiben hatalmas tolóerővel képes gyorsítani a teljes szerkezetet. Na de nézzük meg, mit jelent valójában az, hogy szilárd hajtóanyag. Nyilvánvaló, hogy itt már nem egy acélcsőbe préselt lőporról van szó. Pedig de, pontosabban valami nagyon hasonlóról. Ahhoz, hogy az üzemanyagot elégessük, oxidáló szerre van szükség. A mérnökök kifejlesztettek egy olyan egyveleget, ami megfelelő arányban tartalmaz a redukálószert, azaz tüzelőanyagot, és oxidálószert annak elégetéséhez. Tüzelő anyagnak jelen esetben finom alumínium port alkalmaztak, oxidálószernek pedig ammónium perklorátot. A két anyagot megfelelő arányban egy gumiszerű kötőanyaggal keverték el, ami így egy sűrű masszát képzett. Ezt töltötték bele az acélcsövekbe, melyek idővel kiszáradtak, így ezen szegmensek egymásra illesztésével megszülettek a szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéták, amiket az űrsikló programban alkalmaztak. Azért választották ezt a megoldást, mert ez tűnt a legolcsóbbnak és a legegyszerűbbnek. Az egyszerű szegmenseket előre betöltik, utána már nem kell hűteni, nem kell tankolni, nem kell nyomást fenntartani, mint a folyékony üzemanyagú rendszereknél. Nem kell hozzá komplex turbina rendszer, nem kellenek bonyolult szelepek, sem vészjóslóan bonyodalmas befecskendezők. Az elkészült szegmenseket vonaton lehet szállítani az űrközpont összeszerelő hangárjába, ahol egymásra helyezve rögzítik az űrsikló külső üzemanyagtartályához. És kész. Már is mehet a menet. A másik indok, amiért ezt a megoldást választották, hogy nem elhanyagolható lobby folyt a politika szinterén, ahol mindenképp hatalmas állami megrendelést ígértek a gyártónak. Az amerikai Morton tájokkal már több évtizedes múlttal rendelkezett a hadászati fejlesztésekben. A jó kapcsolat megőrzése érdekében őket bízta meg a kormány, hogy kifejlesszék és legyártsák az űrsikló program ezen elemeit. Bár a szerkezetet egyszerűen és olcsón előállíthatónak álmodták meg, végül bebizonyosodott, hogy ez nem teljesen van így, és persze az elmúlt évtizedek tanúsították, hogy ez az egész űrsikló programra igaz. Egy indításnál kizárólag a legolcsóbb alkotóelem a külső üzemanyagtartály volt az, ami megsemmisült. A két gyorsító fokozat a kiürülés után kisebb ernyők segítségével landolt az óceánon, ahol az erre a célra kivezényelt hajók összeszedték őket, majd a gyorsító fokozatot a Tiokol gyárába szállították, ahol szétszerelték őket, letisztították, bevizsgálták, esetleges javításokat eszközöltek, majd a folyamat végén újra feltöltötték és felkészítették őket a szállításra. Végül elég drága mulatság volt ez, még úgy is, hogy szinte folyamatosan használt eszközöket alkalmaztak az indítások során. Jó, tehát olcsóbb és egyszerűbb a szerkezet, mint amelyek folyékony üzemanyagot használnak, de akkor mik a hátrányai? Az egyik legjelentősebb a szilárd hajtóanyagú rakéták alkalmazásánál a tolóerő szabályozás, pontosabban annak hiánya. Mivel a tüzelőanyag és az oxidálószer össze van keverve, ezért ha egyszer begyújtották a rakétát, az már végig fog égni. Nincs lehetőség vészleállításra, amit a folyékony hajtóanyagú rendszereknél egy egyszerűen elzárható szeleppel meg lehetett oldani.
Ha egyszer a szilárd hajtóanyagú rendszer égni kezd, az így vagy úgy, de végig fog égni. Ha víz alá nyomnád, akkor is tovább égne, hiszen nincs szüksége külső oxigénforrásra, mint mondjuk egy gyufának, ami elalszik a víz alatt. Így az egyedüli vészmegoldás az, ha leválasztják a hasznos teherről és az egész szerkezetet felrobbantják. Ez már önmagában elég nagy hátrány, de nem csak a tolóerő leállítása lehetetlen, hanem a szabályozása is hatalmas mérnöki feladat. A rakétáknak az elemelkedés folyamán különböző légköri rétegeken kell áthaladniuk. Az egyik kicsit sűrűbb, a másik picit melegebb, mint az alatta lévő. Van, amelyikben északi irányú szél jellemző, egy másik rétegben pedig keleti. Azaz, a rakétáknak az emelkedés folyamán megállás nélkül korrigálnia kell a légköri változatosságokból fakadó eltéréseket. Ehhez pedig elengedhetetlenek az azonnali reakciókra képes tolósugár irányító és pozícionáló rendszerek. A szilárd hajtóanyagú rakétáknál viszont nem nyúlhatnak ahhoz az egyszerű megoldáshoz, hogy az egyikre nagyobb, míg a másikra kisebb tolóerőt adunk, ugyanis a szerkezeti felépítése miatt erre alapból nincsen lehetőségünk. Éppen emiatt szinte kizárólag segédrakétának használják az űrutazásban az ilyen eszközöket, ahol ugyanúgy megvannak a folyékony üzemű, könnyen vezérelhető hajtóművek, és ahol a szilárd hajtóanyag gyorsítók csak a tolóerő leadásában játszanak szerepet. Ám az sem mindegy, hogy miként adják le a tolóerőt, mert az, hogy ezt egyenletesen előre kiszámítható módon tegyék, nem is olyan egyszerű. A szilárd hajtóanyagú rakétáknál az határozza meg a tolóerőt, hogy mekkora felületen ég a hajtóanyag a rakéta belsejében. Ha mondjuk a gyorsító rakéta alját gyújtjuk be, akkor a legalsó keresztmetszet felülete gyullad be, ami elégve meggyújtja a felette lévőt, és így tovább. Ez önmagában elég hitvány tolóerőt eredményezne, és legalább 15 percbe telne, mire végig égne a rakéta csúcsáig. Ahhoz, hogy nagyobb tolóerőt érjünk el, arra van szükség, hogy egyszerre nagyobb felületen égjen a hajtóanyag. Ez úgy érhető el, ha például egy függőleges csövet alakítunk ki a rakétába, és így gyújtjuk meg a hajtóanyagot. A kis légcső külső felületén a teljes rakéta hosszában begyullad a hajtóanyag, ami hatalmas tolóerőt generál. Viszont számolni kell azzal, hogy amint elég a legbelső réteg, mögötte egy valamivel szélesebb újabb réteg fog lángra kapni. A folyamat során egyre nagyobb felületen fog égni az üzemanyag, ami azt jelenti, hogy a tolóerő folyamatosan emelkedni fog. Innen már tisztán látható, hogy tulajdonképpen a hajtóanyag belső kialakításával valamelyes kontrollálható a tolóerő. Általában az a cél, hogy egy szépen kiszámolható, folyamatos tolóerő mellett gyorsuljon a rakéta, de ehhez elég faramuci megoldást kell alkalmazni a gyorsító belsejében. Ilyen esetben a legcélszerűbb, ha egy külső henger közepére egy belső hengert alakítunk ki hajtóanyagból, amik között egy vékony, függőleges körgyűrű helyezkedik el. Ezt begyújtva azt tapasztaljuk, hogy a belső henger egyre kisebb felületen, a külső pedig egyre nagyobb felületen fog égni, így pedig aránylag azonos tolóerő érhető el a begyújtástól egészen az égés végéig. Igen ám, de ehhez egy semmibe lógó üzemanyagoszlopra lenne szükség, ami jó esetben is csak felülről van rögzítve. Tehát ehhez a megoldáshoz különböző távtartókra van szükség, persze olyanokra, amik kibírják az égésből származó brutális hőmérsékletet. Egyszerűbb, ha úgy építik meg a szerkezetet, hogy az nem tökéletesen egyenletes tolóerőt biztosít, csak nagyjából folytonosat. Ha például azt szeretnénk elérni, hogy az elején legyen nagy tolóerő, ami után folyamatosan gyengül, akkor nagyon jó kialakítás, ha az üzemanyag belsejében egy csillag alakú légoszlop kap helyet. Ilyenkor a csillagok mentén az első pillanatokban nagy felületen történik az égés, ami nagy tolóerőt biztosít, majd ahogy a csillag ágai elégnek, az égési felület csökken, amivel a tolóerő is mérséklődik. Az amerikai űrsiklóknál használt szilárd hajtóanyagú rakétákban mindkét módszert egyszerre alkalmazták. Úgy öntötték ki az üzemanyagot, hogy belehelyeztek egy fura alakú csövet, ami a felső részénél egy 11 ágú csillagként szétterjedt, alul viszont szabályos hengerré alakult.
Ennek az a következménye, hogy a begyújtás pillanatában viszonylag nagy felületen ég az üzemanyag a felső szegmensben, de ahogy leégnek a felső rétegek, onnantól már az alsóbb rétegek fognak dominálni, ahol pedig egyre nagyobb felületen ég a tüzelőanyag. Ezzel elérhető, hogy az első másodpercekben egy erőteljes lökéssel meglóduljon a szerkezet, majd utána aránylag folyamatos gyorsulással induljon a sikló az űr felé. A légköri egyenletlenségeket pedig a sikló három hajtóművének szabályozásával lehet korrigálni. Ezt a megoldást fogják használni az SLS rakétáknál is, például az Artemis 1 küldetésnél, ahol a két oldalsó gyorsító rakéta már megtöltve üzemanyaggal hónapok óta várja, hogy begyújtsák. Ezek már nem négy, hanem öt szegmensből állnak, ezáltal valamivel hosszabbak, így a több üzemanyag miatt hosszabb ideig képesek gyorsítani a rakétát. Miután kiégtek, ezek válnak le elsőként a szerkezetről, és akárcsak az elődeik, ezek is kisebb ejtőernyők segítségével térnek vissza az óceán vizébe, ahonnan kihalásszák majd őket későbbi újrahasznosítási céllal. A Titán rakéták is felszerelhetőek ilyen oldalsó segédrakétákkal, amik egyszerű és olcsó nyers erejüknek köszönhetően plusz tolóerőt biztosítanak nagyobb terhek célba juttatásához. Az éppen a napokban 45 éve az űrben sodródó Voyager szondáknál is olyan Titán rakétákat használtak, amik fel voltak szerelve oldalsó szilárd hajtóanyagú gyorsítókkal, de ilyen megoldást használtak az Atlas rakétáknál is, például a Perseverance küldetésénél, amikor utoljára rovert küldtünk a Marsra. Szintén ehhez a megoldáshoz folyamodtak az európai mérnökök, amikor útjának indították azt az Ariane 5 rakétát, amelynek rakterében ott volt a James Webb űrteleszkóp, és aminek a magfokozatán szintén két szilárd hajtóanyagú rakéta segítette az emelkedés első szakaszát. Viszont az oroszok nem alkalmazták ennyit a technológiát. Bár a Soyuz rakétákon is van négy darab gyorsító rakéta, mind a négy folyékony üzemanyagot éget, ahogy a Proton rakétájuk is úgy néz ki, mintha ilyen eszközökkel lenne felszerelve, de nem. Azok is folyékony üzemanyag tartályok, melyek táplálják a hat darab első fokozatú hajtóművet. Sőt, a szovjet űrsikló programhoz kifejlesztett energiahordozó, ami nagyon hasonlított az amerikai űrsikló rendszerére, nem szilárd hajtóanyagot használt, hanem folyékonyat. És ennek oka vélhetően pont az, hogy az oroszoknál nem volt olyan politikai nyomás, ami miatt egy magáncéget kellett volna pozícióba hozni az űrverseny éveiben. Ugyanis hiába egyszerűbb és olcsóbb a szilárd hajtóanyagú rakéta, a tömeg-teljesítmény arány kisebb, mint a folyékony üzemanyagot alkalmazó társainál. Bár tényleg képesek rövidebb idő alatt nagyobb tolóerőt leadni, de a teljes impulzus minden esetben kisebb, mint ha folyékony üzemanyagot alkalmaztak volna. Tehát olyankor hasznos szilárd hajtóanyagú rendszert alkalmazni, ha rövid időn belül kell nagy teljesítmény, aminél nem annyira fontos a szabályozási lehetőség. Ilyen az említett indítási szekvencia eleje, amikor a nyers erő a legfontosabb, de ilyen az is, amikor hirtelen kell nagy tömeget megmozdítani. Ilyenek a repülést megszakító rakéták, amik ott voltak minden Mercury, Gemini, Apollo vagy Soyuz emberes indításainál is. Ezek a rakéták szükség esetén pár másodperc alatt brutális teljesítményt adnak le, hogy az űrhajóval együtt elmozdítsák a személyzetet a rakétától. Akkor is ehhez a rendszerhez szoktak nyúlni a mérnökök, amikor az egyes fokozatok leválása után el kell távolítani egymástól az egységeket. Például ezen a felvételen, amin egy Saturn 5 rakéta második fokozatának leválása látható. A harmadik fokozatba szerelt kisméretű szilárd hajtóanyagú töltetek pár másodperc működés során eltolják a szerkezetet a kialudt második fokozattól, mielőtt begyújtaná a harmadik fokozat a hajtóművét. Ugyanilyen kis töltetek segítettek leválni az űrsiklóra szerelt gyorsító rakétáknak is, és ilyenek fogják segíteni a szeparációt az Artemis 1 küldetésnél is. Ezen felül gyakran használják a rendszert katonai célokra, amikor egy-egy repülőről indítható, kisebb méretű rakétának elég egy pár másodperces nagy teljesítmény, hogy célba érjen. Ezeknél a rendszereknél sem kell figyelni az üzemanyag hűtésére, nem kell állandó nyomáson tartani azt, és nem kell feltölteni őket a küldetés előtt. A gyártó legyártja és megszab egy szavatosságot, ami garantálja a helyes működést, ami ilyen esetekben akár több év is lehet.
Persze van olyan, hogy nagyobb szerkezetekben is ezt alkalmazzák, mint főhajtómű. Például az Ares 1X küldetésnél, ahol kifejezetten az Orion űrhajóhoz fejlesztettek hordozórakétát. A konstrukció szerint egy az amerikai űrsiklóhoz használt szilárd hajtóanyagú gyorsítóra helyeztek volna egy kisebb, folyékony üzemanyaggal működő második fokozatot, tetejére pedig mehetett volna az Orion űrhajó. Viszont az első és egyetlen tesztrepülése után a projektet 2010-ben Obama lezárta, hogy nehogy már 30 éves konstrukcióval jusson ki a világűrbe. Nem sokkal később elindították az SLS programot, amivel tényleg megszületett egy sokkal nagyobb teherbírású, több funkciós és bővíthető gyorsítóeszköz, ami viszont sokkal többe is kerül, mint bármilyen hasonló szerkezet a világon. De főhajtóműként alkalmazzák a szilárd hajtóanyagú rendszereket az európai Vega C rakétánál is, amik indításainál jól megfigyelhető a brutális gyorsulás. Műholdak pályára állítására ideális lehet egy szilárd hajtóanyagú rendszer, mert ott nem okoz problémát a rövid idő alatt végbe menő nagy terhelés, ami elérheti akár a 7-8-9 G-s gyorsulást is, de az emberes űrutazásoknál ez már túl sok lenne. Keleten a kínaiak és Irán is alkalmazott már olyan rakétákat, melyek első fokozatai kizárólag szilárd hajtóanyagot égettek, és csak az utolsó végfokozat volt szabályozható, folyékony üzemanyagú rendszer. Összegezve a szilárd hajtóanyag remek megoldás, ha rövid időn belül kell nagy teljesítményt leadni. Remek, amikor olyan kisebb tölteteket kell meghajtani, amik rendelkeznek aerodinamikai irányítórendszerrel, mert nem szükséges hozzá nagy nyomás vagy extrém alacsony hőmérséklet. Olcsóbb, mivel nincsen benne szabályozó elektronika, nincsenek mozgó alkatrészek és nem kellenek turbószivattyúk. Hátránya viszont, hogy nehezen megzabolázható. A tolóerő teljesítményét kizárólag a gyártáskor van lehetőség előre paraméterezni. Ha egyszer begyullad, nem leállítható, maximum a kiégés előtt felrobbantható. Nehezen irányítható, ezért inkább csak mint nyers erő gondolunk rá, sem mint precíziós irányító berendezésre. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.